Kellemes napot kívánunk minden Lakihegy Rádió hallgatónak, ez a Süsfelnap az ébresztő műsorunk. A stúdióban a mikrofonok mögött továbbra is Somogyi Betty. És Bredák Szandi, sziasztok! A vonalban pedig itt van már velünk Molnár Péter, a Dunaharaszti Önkéntes Tűzoltó Egyesület elnöke, de már nem csak az, mindjárt mondjuk, hogy még micsoda. Szia, Peti! Szia! Jó reggelt, sziasztok, üdvözlöm a kedves hallgatókat is! Örülök, hogy halljuk a hangodat, mert azért időnként szoktunk beszélni, és már egészen régen beszéltünk, ami mondjuk jó hír olyan szempontból, hogy ez azt jelenti, hogy olyan óriási nagy tragédia nem történt most így a Csepel-szigeten, illetve hát ugye ti főként Dunaharasztin tevékenykedtek. Ugye ez azért is lehet, mert például tűzgyújtási tilalom van, ugye ez még mindig tart. Igen, tudomásom szerint ez továbbra is érvényben van, és örülünk, ha be is tartják. Igen, az nem hátra, hogy nem most sütik a szalonnát otthon, vagy ilyesmi. Na de, hogy ugye mondtam, hogy most már nem csak Dunaharaszti Önkéntes Tűzoltó Egyesületként működtök, hanem másként is. Miként, és egyáltalán ez most így hogy jött? Igen, Dunaharaszti Települési Önkéntes Mentőcsoportá is avanzsáltunk, nem tudom, mondhatom így. Ez az Országos Katasztrófavédelmi Főigazgatóságnál tettünk egy vizsgát, érkezett egy megkeresés számunkra, hogy mindenképpen szeretnék, ha ennek az önkéntes mentőcsoportnak ugye a Dunaharaszti képviselői lennénk, és Százhalombattán július 6-án egy szombati napon csináltunk egy vizsgát. Hát ez minden elég sokrétű volt, vízből mentés, mélyből mentés, egy háztűznek az imitálása, ugye egy sérült kihozatala a füstből, favágás, szóval gyakorlatilag minden, ami egy ilyen természeti katasztrófánál is elő tud fordulni. Ez a minősítő oklevelünk egyébként egy ilyen alapvető vízkár elhárítás és alapvető vihar elhárítási tevékenység szakterületre kaptuk. Úgy gondolom, ez azért nagyon sok minden magába foglal. Amikor én így görgettem az oldalatokat korábban is, meg hát most is, akkor azért ugye raktatok ki olyan képet, ahol nekem nem tűnt egyértelműnek, hogy ez most egy tényleg valós szituáció, vagy csak egy gyakorlat elég megtévesztő volt, de aztán amikor így elvesztem a részletekben, akkor rájöttem, hogy ez tulajdonképpen egy gyakorlat volt. Ez milyen volt nektek megélni? Ezt a Szalombatta? Igen, tűz, igen. Egy ember fekszik, vagy egy... Annyit teszek fel a hetalába, hogy gyakorlatunkról is, azért igyekszem megosztani, és elnézést a kérdését. Nem. Egy ember fekszik itt, cipelitek, és elsőre elég ijesztőnek tűnt, aztán rájöttem így belenagyítva, hogy ez egy bábú szerencsére. Ha igen, nem vagy az egyetlen, aki beleesett. Igen, mert többen nézték, hogy egy hatalmas tanulás volt nekünk, egy nagyon jó támadás volt szerintem az eddigi tudásunkról, mert azért valóban tényleg mi nagyon sok akár szakemberek bevonásával is folyamatosan fejlesztik a tűzoltóinkat. Nekünk egy nagyon nagy élmény volt, és nagyon örülök, hogy abszolút teljes sikerrel teljesítettük ezt a... Gyakorlatilag kiderült, hogy tényleg a csapatunkban minden egyes tevékenységre van olyan ember, aki magával tudja húzni a másikat, úgyhogy gyakorlatilag meg tudjuk oldani ezeket a feladatokat. De nekünk ez egy nagyon nagy élmény volt egyébként ez a nap. Azt hiszem, hogy kb. 130 önkéntes tűzoltó volt ezen a vizsganapon, úgyhogy egy ilyen, tényleg nekem egy ilyen fantasztikus élmény volt. Akkor reggel kezdtünk 8 órakor, hiszen délután 2-3 környékén végeztünk. Úgyhogy elég jó melegben, elég húzós is volt, de nagy örömmel jöttünk haza. És egyébként, amiket ilyen alkalmakkor is megtanultok, meg egyébként is már tudtok, azt aztán a következő generációnak így nyáron tovább is tudjátok adni, mert hogy többször találkoztatok már gyerekekkel. Például, nem tudom, hogy kerültetek oda a Dunaharasztin egy olvasótáborba? Szoktak megkeresni bennünket, érkeznek megkeresések, óvodák, iskolák, illetve most a nyáron főként a táborok, hogy mindenképpen szeretnék, hogyha egy délután egy részletét így el tudnánk vinni, bemutatva magunkat, maga a munkánkat, illetve akár ilyen kicsit ilyen csoportos feladatokat vagy versenyeket szervezünk a gyerkőcöknek, hogy élvezzék is ezt, meg egy kicsit ilyen játszva tanuljanak is tőlünk akár valamit, hát ha az életben még tudják hasznosítani, ki tudja. És milyen táborokba mentek még idén-nyáron? Idén még, vagy már úgy megkeresésünk táborból nincsen, azonban hát egy rendezvényre van egyelőre kilátás, amit egy földszervez tudomásom szerint, de még egyébként viszonylag titokba zajlik, de azért én elárulom, hogy van egy földszervezet, aki szokott a szervezeteknek gyűjtést rendezni különböző
rendezvényekkel, és most, ha jól tudom, akkor mi lennénk a kiszemeltek, és itt a Veszprémi Sportparkban lenne egy rendezvény. Ennek a részleteit nem tudom, mert kicsit a hátam mögött intézik, hál' Isten. Nektek is még meglepetés lesz mindez. Egyébként számomra hihetetlen, Peti, hogy jól emlékszem, hogy ugye most idén áprilisban voltatok egyévesek, ugye? Igen. Igen. És hogy még mindig töretlenül összefognak, értetek, Dunaharasztin a lakosok, és például most mondod ezt, hogy egy rendezvény valószínűleg kilátásban van, amivel titeket támogatnak, és hát így néztük Bettivel, hogy kiraktatok egy posztot, hogy két sisakra van szükségetek, majd eltelt, nem tudom, másfél-két hét, és már arról szólt a poszt, hogy megvan az összeg, és meg tudtátok venni a sisakot. Mert hogy ugye ezt hangsúlyozzuk, hogy ti önkéntes tűzoltó egyesület vagytok. Igen, igen, igen. Gyakorlatilag önmagunkat tartjuk fönt, illetve ennek nagyon nagy szerencse, hogy ezek a dunaharaszti lakosai nagyon pozitívan állnak hozzánk, illetve azért van egy-két, három-négy vállalkozó is, akik tényleg ilyen viszonylag nagyobb összegekkel a működésünket segítik, hiszen nekünk ezek, illetve a pályázatok vannak egyelőre, amikből fent tudjuk tartani az egyesületet. Azt is írjátok, hogy egy mókás délutánnak indult, amikor a Dunaharaszti Baptista gyülekezet táborozóival ismerkedtettek, aztán máshogy alakult az a nap, egészen pontosan ott mi történt? Igen, mentünk 14 órára pénteken a gyerekekhez a szintén ilyen táborba, és hát ahogy leszálltunk az autóról, abban a másodpercben érkezett a riasztás, úgyhogy bánatunkra ott kellett őket hagyni, de aztán a végén visszaértünk, és még jól összevizeztünk mindenkit, úgyhogy szerintem tartalmasan mentek haza. Akkor nem volt hiányérzetük. Nem, igen, azt a órát azt eltöltöttük 10 percben, de szerintem lehet, hogy hasznosabb is volt. Sőt, hát egyébként akkor élesben láthatták mindenféle tervek nélkül azt, hogy milyen egy tűzoltónak az élete, hogy riasztják őket, és akkor mindent el kell dobni, és menni kell, mikor egy táborban vannak akkor is. És pont itt a zene meg a hírek alatt Bettivel erről beszélgettünk, ugye Betty még így veled nem beszélgetett, és az esett itt szóba, hogy tényleg önkéntesen a szabadidőtökben, a munkátok mellett, és tudom, hogy erről már beszélgettünk, de hogy ez a mai napig annyira hihetetlen, hogy mondd el Bettinek, meg a hallgatóknak, hogy ez tényleg így van, hogy ezt szenvedélyből csináljátok. Ja, igen, valóban. Illetve most már azért, én gondolom, hogy kötelezettségünk is azért. Több mint egy éve csináljuk, úgy gondolom, hogy rengeteg mindent tettünk le az asztalra. Jóval 300 fölött jár a vonulás számunk, ami szerintem egy nagyon szép szám, illetve egy jelentős szám, és igen, egyébként pénz nélkül, munka mellett, éjjel-nappal, ahogy éppen tudjuk, és 13-15 fővel regnálunk most, de én mindenkinek ezúton szeretném megköszönni azt, hogy ez a lelkesedés. Ez fent van, nyilvánvalóan voltak lemorzsolódások nálunk is, azért elég komoly szabályok szerint. Igyekszünk az egyesületet működtetni, gyakorlatilag majdnem azt mondom, hogy a hivatásosoktól lessük el azokat a szabályokat, ami alapján mennünk kell. Meg hát nagyon sokunknak ugye azért közel áll akár a munkája és ezekhez a mentőcsoport vagy tűzoltókhoz. Ha vannak hivatásos tűzoltóink, hát ugye voltak, akik ezeket a szabályokat nem nagyon tudták betartani, tőlük meg kellett válnunk, meg is fogunk válni a jövőben, viszont nagyon jó, mert nagyon megjelentek ezek a 20 éves korosztály, két nagyon-nagyon jó fővel, két taggal bővültünk, akik meglepően rövid idő alatt és hihetetlen lelkesedéssel tudtak beépülni a csapatunkba, ennek nagyon örülök. De jó, akkor már egészen fiatalon is csatlakoztak. Igen, igen, és ez meglepő volt számomra. Csináltunk egy ilyen kis gyerek, ha tűzoltó szeretnél lenni önkéntes harasztiban a piasztérre, és ott jelentkezett egy srác, aki aztán hozta magával a barátját is, úgyhogy ennek nagyon örülünk tényleg. Így a létszámunk most van szerintem úgy, hogy kellően elegendő. Ha többen lennénk, se lenne rosszabb, de szerintem most ilyen nagyon-nagyon jól állunk. Illetve hát így is ebben a 15-ben még pluszban van három főnk, aki 18 év alatti, úgyhogy egy év múlva már őket is tudjuk alkalmazni, ugye rendes káreseteknél is. De jó ezt hallani. És még egy dolog, mert azt is ti megosztottátok az oldalatokon, amire a Dömsödi Tűzoltó Egyesület hívja fel a figyelmet, de ezt a jó tanácsot ugye ti is továbbadjátok. A szerencsére, hogy egyre több nyugdíjaskorú férfinak, hölgynek van gondosórája, viszont ez azért néha be tud úgy riasztani, hogy nem valós a riasztás, azért erről is egy picit beszéljünk, mert nagyon nem mindegy, hogy mondjuk kimentek egy olyan helyszínre, ahol nincs is baj, és lehet, hogy közben lemaradtok egy olyanról, ahol meg van.
Igen, azzal, hogy ezek a gondos órák megjelentek, ugye nyilvánvaló a riasztási számok is többek, hiszen ugye 112-re futnak be a gondos óra által jelzett esetek. Sajnos, vagy hát igen, sajnos, nem mindenki kezeli ezt az órát úgy, ahogy kellene, illetve az én hallomásom szerint is ugye rádióban, meg hát a dömsödi Pongrácz Józsi barátom által megosztott posztban is benne van, hogy megkéri azokat a nyugdíjasokat, akik ezzel az órával rendelkeznek, hogy valóban tényleg figyeljék, ha esetleg leejtik, mert ugye ez az óra, ez akár esést is érzékel, hogy számos olyan valótlan riasztástól tudná megmenteni a vonulókat, hogy ugye tényleg valóban, amit mondta, nem oda kellene kimenni, hanem esetleg más helyszín, és nyilvánvaló megoldott minden helyszínnek a leszedése, de valóban nem egy... Egyébként az óra használójának sem hiszem, hogy egy kellemes meglepetés, mikor megjelenek a tűzoltók a ház előtt, hogy mi történt, és valójában semmi nem történt, csak akár leesett az óra, úgyhogy ilyenkor azért itt természetesen jó lenne részelen, illetve tartozik az órához egy telefonszám, ha jól tudom, és azt is, az is nagyon hasznos, ha azt kezelik, és esetleg már a művelet irányítása meg tudják beszélni, hogy valójában nem történt semmi, csak egy téves riasztás. Közben egyébként én azt nézem, hogy a Dömsödi Tűzoltó Egyesület ebben a posztjában azt írja, hogy az 53. és az 54. esemény, akkor ők fiatalabb egyesület, mint ti, mert hogy te itt valami 300 esetről beszéltél, ami a Dunaharaszti Önkéntes Tűzoltó Egyesület számlájára írható az elmúlt picit több mint egy évben. Mi az egy évet, az április 1-től számoljuk ugye a riasztási számunkat, a dömsödi tűzoltók pedig a január 1-től. Értem, tehát az idei évben. Nem is tudom, igen, talán 15 év környékén vannak, de nem akarom sem megbántani őket, mert Isten ments, hogy de régebbiek, mire nagyon sokat tanulunk tőlük egyébként az előbb említett Mongrász Józsitól is, hogy rengeteg segítségünk, azért még kell segítség nagyon sok mindenben. Nem baj az nem szégyen tanulni. Igen, abszolút inkább kérdezünk, mint hibázunk, úgyhogy tényleg nagyon hatalmas segítséget nyújtanak, úgyhogy nagyon-nagyon örülünk neki, hogy a kapcsolatunk az egy nagyon remek kapcsolat. Hát nagyon szépen köszönjük, Peti, örülünk, hogy beszéltünk, azért örülünk annak, hogy nem ilyen óriási nagy tragédiákról beszélgettünk, hanem egyszerűen csak kíváncsiak voltunk, hogy mi a helyzet a Dunaharaszti Önkéntes Tűzoltó Egyesület házatáján. Remélem, hogy ha legközelebb is beszélünk, akkor is csak ilyen általános témákról. Nagyon-nagyon szépen köszönjük most az idődet, illetve a munkát is, amit a csapatoddal minden nap elvégeztek Dunaharasztin. Köszönjük szépen! Köszönjük szépen! Én is köszönöm a megkeresésnek, hogy életben tartotok bennünket ezzel. Szuperek vagytok. Köszönöm szépen, és szép napot mindenkinek, vigyázzatok magatokra. Sziasztok!